sok volt rúgott, meg már a 40 volt rúgott, hogy fogalmas is mennyit, de ahhoz képest, hogy tavaly szinte ajándékba kapta a díjat. Írtam le a három szavazatot, hogy a Neuer, a Cristiano Ronaldo és a lába. Az edzőknél úgy adtam le, hogy a Löw, Guardiola és a Simeone. Miért lett nálad Neuer? Aki mostanában figyeli, hogy meg amit a világban is amit játszott, ő lett a világbajnok, nem véletlenül, meg ahogy véd, ahogy tehát egy teljesen új szellemet hozott, tehát most az jó, hogy a Cristiano Ronaldo, az már sok volt rúgott, meg már a 40 volt rúgott, hogy fogalmas is mennyit, de ahhoz képest, hogy tavaly szinte ajándékba kapta a díjat, most akkor az egy Neuer, így hogy kapusként, hogy ekkorát tudott alakítani, rászavaztam volna, de hát mindegy, miért megérdemelt a Cristiano Ronaldo is, úgyhogy nincs semmi gond ezzel. Esetleg sikerülhet Joachim Löwnek személyesen is gratulálnod? Ja, nem hiszem, hogy most éppen a pap az irányba járok, hát én Berlinben élek, 2-3 évet szokott lenni, itt egy nagyobb ünnepség, utolsó, amikor a 100 éves volt az Adoró Szövetség, a kócsok ember ott, azon kívül én nem járok most olyan közögekben. Női futballterén viszont tarolt Németország, és főleg a Wolfsburg. Németországban most már évek óta, tehát mivel hogy a C-Jugendig a lányok együtt fociznak a fiúkkal, és ugye ekkora kultúra van, tehát olyan szinte olyan alapképzést kapnak a tanulás aranykorában a lányok, ami hihetetlen, és utána azért komoly tradíció van a focinak, de már évek óta, tehát már nem egyszer voltak, nem egyszer nyertek világversenyt, meg egy meccset talán meg is lehet nézni, mert nem akarok senki megbánni, a női foci az női foci maradt, viszont most már haladnak oda, hogy egy-két meccset igazán, tehát meg lehet nézni egy-két meccset.